Ízelítőt kapott a nagy érdemű abból, milyen koncertekre lehet majd számítani a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválon idén. Kovács Pál a paksi atomerőmű kapacitásainak fenntartásáért felelős államtitkár azt emelte ki, hogy Magyarország egy fúvós nagyhatalom, mivel a magyar fúvósok jelentős szerepet töltenek be a nemzetközi zenei életben. A fesztivál egyik célja éppen annak a bemutatása, milyen sokszínű tudással rendelkeznek a hazai előadók és növendékek. Hatalmas tudású zenészeket, nagy művészeket adtunk már a világnak, és most is ugye pont ezek a kollégák térnek majd haza, és fogják képezni az ide érkező hazai és külföldi tanulókat. Úgyhogy ezzel egyfajta kulturális hidat igyekszünk teremteni, aminek a lényege az, hogy a képzést a kurzus befejeztével augusztus 24-től kezdődően egy egyhetes koncertsorozatban fogják tudni bemutatni az itt elsajátítottakat, pont ezekkel a művészekkel közösen együtt, ezeken közös koncerteken résztvéve a Duna jobb és bal partján együtt. Idén augusztus 24-e és 30-a között több településen rendezik meg a fesztivált. Paks mellett Madocsán, Kalocsán, Dunaszentgyörgyön, Gerjenben és Tolnán is szerveznek kiállításokat és koncerteket. Ez elképzelhetetlen a térségi összefogás és együttműködés nélkül, ami Paksra alapvetően jellemző. Az együttműködés fontos a városnak, miként a kultúra és az oktatás támogatása is, hangsúlyozta Szabó Péter, a város polgármestere. A városvezető felidézte, a településen korábban minden nyáron szerveztek fúvós koncerteket, a programból 2018-ban vált fesztivál. Nagyon jó néven vettem, még ő két évvel ezelőtt, amikor Kovács Zalán igazgató úr, művész úr megkereste Paks városi önkormányzatát, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt a Tuba tábort, amely alapvetően országos hírű volt csak, idézőjelben természetesen a csapat. Jó lenne, hogyha egy kicsit nyitnánk nemzetközi fesztivál felé. Idén augusztus 24-e és 30-a között a hazai előadók mellett Azerbajdzsánból, Horvátországból, Japánból, Luxemburgból, Németországból, valamint Törökországból is érkeznek zenészek.